Sziasztok, én Szántó Péter vagyok, és ez egy, ha bár megszokott helyszínen, de rendhagyó adás, ugyanis itt vagyok Balázzsal. Hogyha nem ismernétek, az Anonym Ink csatorna az övé, mi már nem tudom, egy pár éve csináltunk egy mevikes ilyen drónos videót. Persze nem mi reptettünk, mert az illegális volt. Csak videóztuk, hogy valaki drónozik, és ilyet már ne csináljatok. Viszont amit csináljatok, hogy nézzétek meg ezt a videót, ami a fényekről szól, és a Balázs YouTube csatornáján lesznek a technikai bemutatások, hiszen az nem annyira az én specialitásom, mint inkább a tiéd, ezt mondhatjuk, nem? Ezt kimondhatjuk határozottan. Határozott, köszi szépen, jó, megyek haza. Csak azt akarom mondani, hogy viszont a másik része meg inkább egyértelmű a te oldalad, hiszen Petinek a videója, amit most néztek, az pedig inkább arra fog összpontosítani, hogy hogyan tudjátok ezeket kihasználni. Mert abban viszont én vagyok teljes mértékben az alfabéta. Úgyhogy ha érdekel az, hogy a videózásban a fényeknek milyen szerepe van, milyen típusú fényeket használjunk, a pár tízezer forintosoktól kezdve a sok százezresekig, és milyen kiegészítők vannak, akkor nézd végig mindenféleképpen a videót, elmondok ilyen best practice-eket, és a videó végén az összes itt bemutatott fénnyel csináltam egy b-rollt, úgyhogy mindenféleképpen maradj a végére, és nézd meg azt a b-rollt. Kezdjük az első, legalapabb setup-pal, amikor nincsen fény. Jöjjön az intro, és kezdjük el! Ha kisebb fényeknél vagyunk, és csak egy darabunk van belőle, és azt szeretnénk főfénynek használni, akkor hát egyrésztről bajban vagyunk, hogy kivéve, hogyha fehér fal van közel hozzánk, ebben az esetben el tudnánk fordítani a fényt, bár nekem most távol van, és szürke a falam, úgyhogy ez nem érvényes. Ha egy ilyennel szeretnénk dolgozni, ez inkább egy ilyen vlog stílusban, mert van egy ilyen mágnes cucca, mint amúgy a Nenlight-nak és az Aperture-nak is, tehát fel lehet helyezni valahova, ha mondjuk este sötétben meg szeretnénk magunkat világítani, a mobilunkat használni. Ha így van, akkor viszont valami derítést érdemes használni, akár csak veszünk egy fehér lapot és elé rakjuk, vagy valamilyen kreppapírt, és azzal is már egy sokkal szebb fényt kaphatunk, akkor akár távolabb is rakjuk magunktól. Egy alapszabály, mindegyik fényt úgy fogjuk használni, hogy egy olyan 45 fokba és felettünk lefele jön, de látszik, hogy azt nézzétek mindig, hogy mennyire erős rajtam például itt, mivel én ülök közelebb, hogy itt jönnek az árnyékok, hogy itt túl erős a fény, és ez nyilván egy nagyobb lámpánál, nagy softboxal teljesen más lesz. Erre én azt javaslom, hogy ha tudjuk, akkor valahonnan falról jöjjön vissza, illetve használjunk valamilyen diffúzort, ahogy mondtam, valamilyen ilyen papírt tegyünk elé, arra jó, de hogyha megtehetjük, ez inkább tényleg egy ilyen másodlagos felhasználásnak, egy ilyen úgynevezett accentfénynek jó, amikor valami hátul használjuk, onnan világítjuk meg, vagy dekornak állítjuk be. A legvégén, maradjatok a videóban, mert a legvégén fog összeállni, hogy minden, amit mi most bemutatunk, ezt a négy terméket, hogy együttesen milyen eredményt tudnak elérni. Most menjünk tovább, hogy hogyan állítjuk be egy ugye teljesen más formájú a Pavotube-ot, vagy Pavotube 2.6C-t. Következő, hogyan a Pavotube 6C-ről, illetve amúgy a Pavotube többi szériáráról is, a 15C-ről és a 30C-ről is érdemes beszélni, csak az most nincsen nálunk, de azért van nálunk több ezekből, mert végül is ez incsbe van megadva, és hogyha ugye ha 15 incset veszünk, akkor majdnem a 12 incs az már olyan hosszú, hogy ha kettőt rakunk, és így tovább ugye lehet többet összepársítani, és ezek mágnesesek. Most ezt egy fővilágításnak használjuk, és ahogy láttok minket, ugyanúgy használunk egy olyan setupot, hogy felülről 45 fokban most három van kapcsolva, és onnan világít meg minket, de még mindig itt nagyon éles, látszik, nyárban meleg van, hogy befénylünk, hiába van ezen alapból diffúzor, akkor sem a cinematikusnak egyáltalán nem mondanám, de még YouTube-on is azért egyszerűbben el lehet érni jobb eredményt ahhoz képest. Ugye mindig azt szokták mondani, hogy egy ilyen 3D hatást teremtsünk meg ezért, hogyha ez a része a fejemnek mondjuk sokkal, egy fokkal világosabb, ez sötétebb, az jobb, ha mondjuk itt most közel jövök, itt látszik, hogy itt akkor jobban megvilágítom, de ezek a spotok nem jók, hogy vannak, és hiába, hogy ez egy nagyon érdekes forma, hogy hosszúkás, meg hogy diffúzor van rajta, látni fogjátok majd, hogy amikor ehhez használunk egy softboxot, most csak egy kicsit mutatok,
ez egy 60 centi átmérőjű softbox, mi most 120 centi átmérőjüket fogunk használni. De mutatok egy érdekes dolgot, van egy ötletem. Értem már, ugye, ha már itt van ez a softbox, amit amúgy most nem használunk, de rá fogom, ugye megint figyeljétek itt a fejemet, és rá fogunk rakni, na nem rátok, hanem ezekre itt csak ráhelyezem ezt, és most semmi profi elhelyezéssel nem próbálkozom, csak annyi, hogy ez rajta van, és én már érzem, hogy itt kijön egy vonal, ami amúgy a külső, mert ugye nappal veszünk fel innen, ugye én ezt szoktam használni a nagy softbox, mert hogy legyen egy kontúr, ugye beszéltünk arról, hogy ugye accent light, vagy key light, illetve van a hair light, amit említettél, tehát az accent vagy a hair light, amit ezen az oldalon láttok, nálad most egy picit kevésbé. Igen, én már beleélek a fénybe, úgyhogy... Majd megmutatunk egy behind the scenes-t, hogy ez hogy néz ki, ahogy most világítjuk meg magunkat, de az biztosan látszódik, hogy ahogy itt vagyok ezen az oldalon, már még mindig látszik, mert nem egy óriási softboxot használunk, de már sokkal finomabb, ha ezt most még egyszer félbehajtom, így még inkább eltűnik az az élesség, ami mondjuk itt volt egy árnyékba, illetve még mindig látszik, mert nem olyan softboxot használunk, de sokkal kevésbé látszik a fény, és hogy lehújjon a lepel, szó szerint ezt most, ha így leveszem, látszik, hogy egyrészt világosabbak lettünk, de sokkal élénkebb ez az egész, ami ugye egy ilyen YouTube-os felvételnél arra figyeltek oda, hogy ez ne így legyen. Tovább megyünk majd a harmadikra, és ott látszani fog. Viszont szeretnék beszélni arról, hogy mi minden másra használhatjuk ezeket. És itt jön be az izgalom, mind a háttérben most világító, behelyeztem oda az Apucsarnak az MC-t, egy ilyen kéken szépen egy ilyen háttérvilágítást ad. És be fogok rakni, most itt lesz majd egy szünet, egy csinálok valamilyen bírolt, ahol használok különböző színekre és kis világításokra, annak is megmutatom majd a hátterét, de ha most váltok egy módot, tessék, itt van, hogy ez most lehetne megint valahol a háttérbe csak így elrakom, és akkor, hogy itt mögötted az asztal, azért egy, nézzük, hogy megáll magát, egy picit helyezd erre, mert most pont nem látszik, aha, és akkor mondjuk van ott, tehát hogy ez bárhova lehet, és közé, amikor ez egy 30 incses, az 120 centit jelent, hogyha egy akkorát használunk, az csak így a háttérben, hogy kettőt így egymás, akkor nyilván nagyon overkill és nagyon drága hozzá, de azt elmondhatjuk, hogy jól néz ki. Ez így van. Legalább az. Lehet ilyen effekteket használni hozzá, tehát hogyha mondjuk nem csak b-rollba gondolkozunk, hanem valami nagyon olyan hatást szeretnénk elérni, megmutatni, hogy mi történik, akkor... csinálhatunk olyanokat, mindjárt megmutatom, hogy ez most egy robbanás lesz. Nagyon durva. Hogyha egy tűzi játékot szeretnénk imitálni, de igazából ami nekem egy kedvencem, az a TV effektus, tehát hogy mi most azt szeretnénk mondjuk itt látszik, hogy mondjuk mi TV-t nézünk, és egy picikét... Beépített TV effekt, mondjuk ez zseniális. Tedd van, és hogyha még... Már ugye ez ilyen szinematikus alkotás. Azt addig leveszem minden, hogy egy kicsit jobban látszoljon az effektje. És akkor ahogy nézi Balázs, mondjuk nyilván itt most annyira nincs kontrollált fény, de ahogy nézi, egy picit változik, és azt imitálja, mintha egy tévét nézne. De lehet... Mozgóképet imitál egy álló fényen, teljesen jó. De olyat is lehet, hogy mondjuk éppen üldöz minket a rendőrség, és akkor ez meg egy police car effektus. Ezek inkább talán a vicces dolgok, most visszaállítottam simára, szóval, hogy nem feltétlenül az effektekkel érdemes játszani, nem gondoljatok bele, hogyha valami olyan helyen szeretnétek ezt használni, ahol hangulatfényszerűen képzeljétek el egy jó bár, bementek iszogatni barátokkal, és a bárpultnál kértek egy sört, bort, egy koktélt, és így ott van rengeteg, nem a reklámhelye, de mondjuk egy martini süveg, amik ugye szép ilyen pirosas világításba így berakjuk, ezt most ugye nem piros, de mondjuk végig így ott van a felvételen, és ad plusz egy fényt. Vagy amikor néz, te biztos, hogy ezer olyan teki dolgot bemutatsz, okosóra, meg ilyesmi, ami egy kisebb, és amikor rakunk egy telefont, és így azt úgy veszik fel, hogy itt látjátok a telefonnál, és hogy milyen szép, ahogy most nézem, ahogy változik, majd erről is fogok csinálni egy b-rollt, hogy hogyan lehet játszani, hogy nem csak mondjuk egy forog az az adott tárgy, hanem közbefelette ezt így elvisszük, és ami az Apucsar javáról, vagy helyéről, ennek a javára megy pont az, hogy
ennek a hosszú formája miatt egy sokkal kellemesebb fényt tudunk például, amikor tárgyakat szeretnénk pont ilyen bemutatni. Tehát neked amúgy szerintem ez hasznosabb lenne, mint az epücsapat. Amúgy valószínűleg igen. És ugye, ahogy többet összepakolunk, akkor látszik, hogy ez ilyen. Felhasználásokról nagyjából ennyit, és most ugrunk egy nagyot, mert felszereljük ezt. Átszereltük, és most a Socony X60-as, ami amúgy az én saját LED ilyen Bowensmantos lámpámat láthatjátok. Már látszik, hogy minden világosabb és sokkal softbox, ezt a te videódban Balázs elmondott, hogy benne van elő, hogy soft, tehát hogy lágyabb, nincs már itt egy kiemelkedés, ugye én ülök közelebb, azért magamon mutatom a fénynél, itt is az árnyékok sokkal lágyabbak, ami nyilván nem most a Socony-nak köszönhető, hanem hogy egy nagy 120 centi átmérőjű Nice Photo amúgy a neve annak a softbox márkának, amit használok. Ez nagyon jó amúgy, hogyha ilyen b-roll videót, egy hirdetésre, tehát egy ilyen cinematikus videót szeretnénk gyártani ott is. Nagyon overkill, 60 centi is már bőven elég lenne egy ilyen kis szobában, mint ahol vagyunk itt a kis home office stúdiómban. Hogyha nem láttátok, erről van amúgy egy videón, nézzétek meg. De mivel spórolásból egyet szerettem volna, ezért van, hogy egy ekkora softboxot dolgozom itthon is. És ami külön jó benne, hogy könnyen hordozható, hogy azok a kis ilyen pálcák, mint ahogy egy esernyőnél is látjátok, itt az esernyőnek ez a pálcika része ugyanúgy működik, hogy be van építve. De egy ilyen gagyib, mint amit a háttérben láttok softboxon, így bele kell erőltetni, és borzasztó nehéz, eleve már ideges lesz az ember, amire összerakja. Nyilván, ha egy helyen használjuk és nem hordozzuk, akkor tök mindegy, egyszer szívunk vele, de itt, hogy ez magában, mint egy esernyő, így ki be lehet nyitni, egy nagyon jó feature. És utána tényleg bármilyen ilyen Bowensmantos LED fényt rá tudunk rakni, és alap Talking Head-re én azt javaslom, hogy egy ilyen 45 fokba kb. A softbox minél jobban jöjjön ránk, és hogyha egy jövök közelebb látszik, hogy na, itt már tudom, hogy egy picit kilógok, de hogy ez sokkal világosabb, itt pedig, ahogy látszik, hogy sötétebb, viszont onnan meg jön egy fény, mert be is raktunk oda most az egyik ilyen pavotúbat használjuk, meg nyilván jó a szobának az adottsága, hogyha akusztikailag nem is tökéletes, de legalább van egy nagyon jó hair light, accent lightunk a másik oldal, ami a természetes fény, ami most egy nagyon kis diffúzálással van a függönybe, amit épp hogy láthattok a videón. De ez az alap setup az első, hogyha Talking Head-be szeretnétek, hogy ilyen 45 fokban világítson titeket, és minél nagyobb a softbox, annál jobban fog adni egy olyan kontúrt, tehát láthattátok, amikor ezekkel a kisebb LED, hordozható LED fényekkel próbálkoztunk, hogy sötétebb volt a háttér, de ez ad egy olyan keretet pont az egész szobának is, viszont majd amikor berakjuk a következőt, a forcát, ott látni fogjátok egy úgynevezett lantern, úgyhogy nem spoilerezek, ott elmondom, hogy azzal még inkább hogy lehet játszani, hogy nem csak minket, hanem akár a szoba többi részét is megvilágítsuk, vagy mi van, hogyha több fényel tudunk dolgozni. És hogyha van egy ilyenünk, azért beszéltem sokat az accent vagy key lightról, vagy rosszul mondtam, a key light az ez, accent vagy hair light, hogy adjon egy dimenziót, tehát van a 3D hatás, hogy ez az oldala az arcnak, akit éppen az a tárgy ember, akit felveszünk jelen esetben, ugye magunk, az egyik oldala világosabb, a másik sötétebb, viszont felülről ugyanúgy egy 45 fokba, hogyha jön és kiemeli a kontúr vonala egy fénnyel a vállát, a haját, a fejének az oldalát, ezáltal azt szokták mondani, hogy 3D-sebb a hatás, nem lesz egy ilyen flat. Mi a flat magyarul? Őszintén nem tudom, ebben az értelemben szerintem nem tudjuk lefordítani. De nem lesz ilyen, igen, de nehéz lefordítani, hogyha tudjátok, hogy mit használjunk magyarul, vagy nyilván, akkor kommentbe írjátok meg, de ez az alapszetet. Itt a beszélgetésnél, hogyha két ember beszélt és profik szeretnénk lenni, hát itt jön majd be, majd a következő setupnál látjátok, hogy akkor hogy világítunk meg több ember, de azt is elmondom, hogy ugye ez most egy ilyen, mi egy irányba felétek beszélgetünk, ilyen egymáshoz forduló interjú szituáció, amúgy azt megmutatjuk, hogy egy picit hátrébb megyünk. Oké. Én, ahogy látlak, egyértelműen világosabb az arcodnak neked a bal oldala, és ez ugye sötétebb, és nálam is gondolom, hogy... Igen. Az, ami még nagyon fontosan megjegyezhető szerintem itt, hogy nyilván akkor egy másik szögből is vennénk a kamerával, és akkor nyilván jobban látnátok ezt a különbséget, mert ti továbbra is ugyanabban az irányban látjátok a kis fejeinket. Megmutatom nagyon gyorsan ilyen bénán egy
videóval, hogy ez hogy néz ki mondjuk, hogyha Balást így veszem, és mondjuk fordulj még, igen. Aha, így, és mondjuk így vesszük. Nagyjából ebbe az irányba. És itt most nagyon jól érvényesül a hair light, az accent light, és viszont van itt, hogy ez a része világosabb, és nem tudom, mutasd meg, hogy nálam mondjuk, hogy jön ki, hogy milyen szögbe legyek abban. Ja, igen, szerintem, hogy csak felém nézel, akkor is látszik már, bár... Nálam viszont hair light ugye nem igen, lesz, mert... Igen, igazából én inkább azt mondom, hogy nálad nagyobb effektje van annak, hogy kiemel téged ugye a háttérből, mert nagyon sok fényt kapsz az ablak felől. Uh-huh. Jó, hát ezt most itt megmutattuk egy ilyen nagyon gyors telefonos bevágással, de hogy ebben a szituációban amúgy vagy azt szokták csinálni, hogy a következő fénynél bemutatott softboxot is cserélni fogunk, amit lanternnek hívnak, és az felülről lóg, és az fog adni egy nagyon szép teltfényt, vagy pedig ahogy itt van, ugyanúgy egy oldalról dolgozunk még mindig, de ahogy amikor egy interjúban vagy filmekben látjátok, hogy ugye a kamera nagyjából így mögül leveszi, és akkor pont még a váll látszódik, és úgy beszélgetnek, ugyanúgy 45 fokban van fent mind a két emberhez képest, de egy oldalról a két fény softboxszal, és ugyanígy megvan ez a térhatás, ellenkező oldalról fognak kapni egy accent vagy hair lightot, és így a kamera, ahogy te is mondtad, Balázs, úgy van beállítva, hogy ez így tökéletes ilyen párosításban van. Nyilván ez már egy profi, akár tévés, vagy egy olyan magas szintű YouTube-os produkció, amihez azt megcsinálják, de így is, hogy most már nem ezeket használjuk, szerintem, ha mondjuk YouTube-ban valaki egy ilyen setup-tal akar dolgozni, és akár ketten beszél, pedig legtöbbször te is egyedül beszélsz, tehát az is egy nagy dolog, hogy most így együtt dumálunk egy ilyen setup-ba, arra ez bőven elég. És itt térjünk át a másik felhasználás, amikor forgat valaki, és nem embereket forgat, hanem mondjuk valamilyen cinematikus videót, ide berakok pár linket, meg a leírásba a csatornámon is láthattok, akkor nagyon fontos az, hogy kontrollált fényünk lesz. Az előbb említetted, hogy milyen jó, hogy itt van amúgy az ablak, mint egy erős plusz fény, de ugye változik, annak így nem van. Tudjuk kontrollálni, hogy milyen a színhőmérséklete, hogy mi most ugye 5600 K-n vagyunk, Kelvinen vagyunk, de hogyha mondjuk itt most beborulna az tök, vagy kisüt a nap, akkor ez változik, és ezt nem tudjuk kontrollálni. Ha pedig bent vagyunk egy helyen, például a Tiptonnak, a szemüvegmárkának, amikor forgattam, hiába nagyon cool a világítás, amikor bemegyünk az üzletbe, és kijönnek ott, amikor mint vásárló személyesen átéljük, egyáltalán nem volt alkalmas arra, hogy az egy megfelelő színhőmérséklettel és olyan irányból azt a drámai hatást, hogy így fogalmazzak, vagy cinematikus hatást érjük el, amit szeretnénk, és vagy softboxsal, vagy akár ha levesszük, akkor egy ilyen nagyon-nagyon erős direkt fényt lehet csinálni. Használtam az adott helyeken, hogy pont olyan oldalról, olyan szögből megvilágításba legyen, ne legyenek úgy árnyékok, ne legyen elfedve úgy az arc, vagy hogyha felemeli valaki a kezét, és most próbálok magamnak árnyékot csinálni, de nehéz is a softbox miatt ugye árnyékot, viszont ezzel fogok tudni, hogyha bekapcsolom, hogy értsétek, hogy mire gondolok. Jó, hát ha ilyen közel rakom, és ugye itt rakok, akkor már látszik, hogy ugye valahol van egy árnyék, így próbálom magamat árnyékolni, vagy téged. De amúgy tényleg nem annyira jön ki a diffúzor miatt szerintem az árnyék ebbe is volt, de értitek, hogy ne legyen árnyék, és ezeket mind akkor tudjátok, hogyha kontrollált fénnyel dolgoztok. Én úgy gondolom, hogy egy alapsetup, tehát kezdésnek mindig az, akár még a telefonunk is, nagyon sok olyan királlyal kreátor van, hogy ilyen angolosan fejezzem ki magam, aki egy telefonnal is olyan zseniális felvételeket csinál, ilyen művészi, bírólós dolgokat, hogy így eldobom az agyamat. Utána jöhetnek ezek, beruházunk egy-kettő ilyen, de és amikor már összeáll egy setupunk, hogy van egy ilyen nagy softboxunk, van egy akár egy belépőszintű szokan is, mint ez az X60, akár abban mondjuk az RGB-s verzió, akkor színekkel játszunk, főfénnyel, pár ilyet be lehet rakni, hangulatvilágításnak, mint ahogy ugye a háttérben van az Aperture-nek az MC-je, és ad egy kis ilyen kék hatást. Ez szerintem az alap, amikor azt tudjuk mondani, hogy a technika nem akadályoz minket abba, hogy azt, amit elképzeltünk, meg tudjunk csinálni, legalábbis fénytekintetében egy YouTube-os hirdetés szintjén, nem a itthoni Korda stúdióba, vagy Hollywoodba bemenve egy ottani stúdió viszonyra gondolva, de itt ugye egy
Persze, tehát amit eddig elmondom, hogy ez 100%, hogy legyen 35 ezer, 60 ezer a fény, állvánnyal, softboxal mondjuk, kevesebb, mint 200 ezer forintról beszélünk, bőven talán 150 ezer forintról is, és itt már egy olyan professzionális megjelenést lehet adni, és hogyha mondjuk ebben dolgozni szeretnétek, nem csak arra, hogy mondjuk ti magatoknak hobbiból, amíg, mert neked amúgy hogy volt ez egy ilyen kis inside dolog, amikor azt érezted, hogy a YouTube csatornád már nem csak egy hobbi, hanem tényleg egy jó bevételi láb is lehet. Igazából én meglepően későn úgymond ruháztam be ilyesmi plusz dolgokra, mert én nagyon sokáig használtam ilyen nagyon-nagyon visszamaradott megoldásokat arra, hogy például ugye amikor tél van, akkor az ember eléggé nehezen talál magának normálisan fényt, főleg ugye az én szobám, ahol ugye családnál laktam, egy darab ablak volt a szobában, és tél van, gyakorlatilag semmi fény nincsen egész nap, és akkor próbálkoztam azzal, hogy egy egyszerű lámpa, egy egyszerűen asztali lámpa, amire ugye ilyen sütőpapírt, vagy egy krepapírt raktam rá előről, és akkor egy kicsit szórottabb lett a fénye, ott volt egy olyan probléma, hogy magának a körtének volt egy ilyen sárgásabb színe, és hát azt utána megoldani, hogy az ne legyen annyira sárga, tehát az egy halál volt, és amikor befektettem arra, hogy mondom, tudod mit, én veszek magamnak egy-két softboxot, és egy ilyen eléggé nagy szettet vettem egyébként nagyon jó áron, hogy volt benne három lámpa, volt benne még green screen is, állvány hozzá, hogy a green screen fel tud akasztani, szóval egy egészen nagy kis szett, és tehát ott éreztem azt, hogy igen, tehát ezzel már ténylegesen bármikor bármit lehet csinálni, mert és az szerintem egy ilyen 25-30 ezer feliratkozónál volt, amikor azt mondtam, hogy jó, akkor most már tényleg akarok smart venni, igen. De meglepően alacsony árat fizettem egyébként érte. Tehát, és még ugye beszéltünk is erről, hogy neked még ez az ilyen ledes körte nyilván. Így van. Viszont, hogyha nem csak ez a YouTube, és ezt nem lebecsmérelve, hiszen ez is egy YouTube persze, videó, amit néztek, hanem mondjuk szeretnétek másoknak forgatni, akkor nyilván ez egy vállalkozás, kezdeti tőke, be kell ruházni, és nem kell mindenbe is egyszerre, de az, hogy a fényt mondjuk egy 100-200 ezer forint körüli összegből megoldjuk, és el tudunk venni egy ügyfélhez, hogy mi terméket, embereket, szituációkat forgatunk, szerintem ez egy nagyon jó deal, és itt tényleg én a Szokani mellett teszem le a voksomat, viszont most megyünk arra, hogyha... Még egy pillanat, még egy gondolat ugye ahhoz, amit most mondtál, ez ugyanolyan szinten úgymond elvárható lenne, hogyha te kliensekkel dolgoztok, mint hogy egy normális kamerátok van. Így tehát van. Ezt nem szabad lebecsülni csak azért, mert hogy ez csak fény, hiszen nem mehetek oda valakihez, hogy jó, igen, én azzal foglalkozok, hogy terméket videózok, és akkor felmutatom, hogy én a telefonomat használom hozzá, tehát nyilván nem fognak minket komolyan venni. Amúgy meg lehet is, és igenis, és most egy kicsit elkanyarodva, de itt tényleg szerintem bejön az, hogy mindig az a legjobb eszköz, ami nálunk van, és Jordi valaminek hívják a csávót, leírásba beteszem a linkjét, aki tényleg iPhone-nal olyan felvételeket csinál, hogy beszarás. És jó most. Természetesen. Lehetség. De a kreativitása a lényeg, és pont láttam, hogy a barcelonai foci csapat és a Mercedes bérelte fel, hogy csináljon velük egy videót, és iPhone-nal vette fel. De nem ez az általános, és neki is nyilván tök jó kamerái vannak, és itt jön, hogy az már egy elvárható, azt szokták mondani, hogy nyilván legyen egy jó kép, de a legfontosabb a hang. Ez van egy amúgy egy másik videónk is, amikor a hangról beszélünk, hogy hogyan, milyen mikrofon típusoknak, most ugye mind a ketten ilyen csipi mikrofont használunk. Tehát a hang, ha nem jó, akkor nem fogják megnézni. Én amúgy pont emiatt, a szoba miatt, ahol nagyon rossz volt az akusztika, most sok ilyen hangpanel van benne, ez egy másik téma. Azért nem nézték a videót. Utána legyen olyan a képe, legyen egy olyan kamerán képminőségünk, ami az, hogyha mélységélesség, olyan részletgazdag, akkor nem lesz már egy felső kategóriás telefon sem elég. És igen, ott vannak a fények, főleg ugye, hogyha már sok százezer forintot elkezdünk költeni, hogy kameránk van, mikrofonunk, akkor ez akárhogy is sok pénz, de marginális, és amikor elmegyünk az ügyfélhez, és ezt érzik, látják, leírjuk, hogy mikkel dolgozunk, akkor az lehet, hogy plusz amúgy kb. Egy projekt behozza annak a beszerzésnek az árat, mert annyival több pénzt kérhetünk el. Akár egyébként. És ez egy nagyon jó megközelítés, hogy tényleg tehát sokkal jobban el tudja magát adni az ember, hogyha tényleg ki tudja mutatni, hogy amit ő csinál, azt ő tényleg oda tette magát, és ő neki tényleg megvan az eszközei hozzá. Menjünk a Forzára. Menjünk a Forzára. Utolsó fényünk a Forza 200-as, akinek a 0%-át most szépen lassan fölemeljük 100%-ra, csak egy kicsit demonstráljuk azt, hogy ez pontosan milyen fényes is tud lenni.
Most adunk 40%-nál, és már azon a fényerőn vagyunk majdnem, mint az előbb a másik fényünknél. Most már 70%-nál vagyunk, és kezdik kicsit világosabb lenni a kelleténél, és elérkeztünk 100%-ra. Ha engem kérdeztek, nagyon jól látszik, hogy világosabb van. Szóval megvilágosodtál, most már teljesen megvilágosodtál. Állítsuk be, hogy jó, most nézzük a screenünket, ugyanis látszik, hogy mi van kékben. Most eddig például, tehát itt látom, hogy ez a rész a fejünkön is már itt megjelenik, és nyilván az a cél, hogy mondjuk egy kicsit ki lehet égve a kinti fény, és nézzük meg, hogy mi az, amikor mi már egyáltalán nem vagyunk. Most talán már... Jó. És amúgy még mindig, mert hogyha megnézed, amikor leveszem, hogy ott az izó hogy villog, meg hogy van, igazából a plusz egyre rakva, látod, így most megy följebb az izó, és igazából nekünk 640-en jó, és amúgy a plusz egy, amikor elkezdene villogni, akkor vagyunk, mert azt a logot úgy kell exponálni, tehát épp, hogy amikor elkezd villogni, még nézzük. Amit most látok, az a végeredmény, amit megcsináltunk. Fent van a Nenlight-nak a Forza 200-as fénye, és egy nagyon különleges softboxot használunk, ez egy úgynevezett lantern, aminek a különbség egy sima softboxhoz képest az, hogy oldalra is megy a fény, hogyha megnézitek, itt a leginkább a megvilágított az egész szobának a tere. Ez azért lehet, hiszen nem csak minket világít, hanem körülötte is meg tudja világítani az embereket, és meg fogok mutatni majd egy másik setupot, hogy hogy lehet használni. Amúgy egy Nenlight-nak egy C-standjét használjuk, amivel nagyon érdekes helyekre és biztonságosan el lehet helyezni fényeket vagy más eszközöket. Azért érdemes gondolkozni azoknak, akik már eléggé komolyan veszik a videózást egy ilyen erős fényben, mint a Forza 200, vagy van például 300-as az Aputure-nek és más gyártóknak is, mert ez tényleg, hogyha most így most 40%-on vagyunk, bemértük, nézzük meg a 100%-ot, totál kiégés, és mindezt úgy, hogy ugye nem ránk fókuszál, mint egy sima softbox, hanem elterít mindent. Úgyhogy, szóval kérlek, hogyha... Nagyjából itt, igen. Itt, oké, jók vagyunk. Ha olyan helyzetben vagyunk, ha olyan szituációban a forgatáson, akkor ezt a fényt biztosan tudjuk használni, és nem leszünk olyan bajban, nem ütközünk olyan problémában, mint például a Szokanival én már ütköztem, hogy csak egy kicsit többet tudna. És már ott volt a 100%-on, és akkor inkább az izót kellett növelnem, vagy más beállításokat tennem a kamerámon ahhoz, hogy elérjem azt az effektet, de mégsem tudtam ugyanazt, hiszen a fény meg nem úgy produkálta magát, úgyhogy minél inkább úgy érezzük, hogy minket gátol valami, ahogy az előbb is mondtam már, akkor érdemes a technikát meg eladjuk, vagy megtartjuk egy második fénynek, és akkor használunk egy sokkal erősebb dolgot. Ami még egy durva, hogy ez tényleg már a felépítéséből is látszik, hogy egy nagyon-nagyon masszív dolog itt a kiegészítője hozzá, ami külön az aksia, illetve az áramforrása, amúgy aksikat is lehet rárakni V-mounttal, és így tudjuk összedugni az egészet. Nincsen hozzá távirányító, ami engem egy kicsit zavar, mert pont... Meglepő volt, amúgy. Meglepő, igen, mert hogyha mondjuk valamilyen forgatáson vagyunk, pont jó, hogy most nem kell itt állítgatni, oda menni, hanem akkor ezt egy központi helyről vagy én, vagy más tudja használni. Ilyen Talking Head-re ez az egyik jó beállítás, és elmondom azt, hogy még milyen setupokba lehet használni, de ahhoz állítsuk át magát a fényt. Hát most beköltözött hozzánk egy vendég, ez a C-standnek egy része, amit láthattok, és most fölöttünk van maga pont, hogy nem látszik maga a fény, és ez még egy ilyen nagyon-nagyon derített effektet ad az egész stúdióba, az egész szobába, és ha megnézitek, most az az érdekes eset van, hogy eddig, amit elmondtam, az összes beállítás, hogy mindig 45 fokba fent érvényesüljön a fény. Most, mivel kb. Közöttünk van, ezért nekem ez az arcomnak ez az oldala lett sötétebb, neked meg nyilván, hogy az arcodnak a bal oldala. Viszont, ahogy látom, még egy picit itt világosíthatnánk, megnézem mennyire, mert most ugye más helyen van. Itt 48-ra mentünk fel 40-ről, hát az itt is nézzük meg, hogy milyen a max, hogyha mondtunk, hát itt vagyunk maxon, és akkor rakjuk vissza.
Jó, 50%-ban megállapodunk, és maga a systemnek és a setupja, el kell, hogy mondjam, hogy 80-100 000 forintos létes, nagyon felhennyit kifizetni egy gyálványért, de olyan masszív és annyi minden féleképpen lehet használni, hogyha az ember megint komolyan szeretne, és nem bajlódni szeretne, mert meg lehet oldani olcsóbb állványokkal is, csak sokkal macerásabb, és az a kreatív flow, amiben szeretnénk, mint ilyen hobbi vagy YouTube-os filmkészítők kerülni, az idegesség átveszi a helyét, mert nem úgy működik a technika, és egy ilyen állvány, egy ilyen rigid, masszív cucc segít ebbe, és most például még ellensúly sem kell, és itt van felettünk. Azt akartam pont mondani, hogy semmilyen ellensúlyt nem használunk most ahhoz képest, hogy belógattunk magunk fölé valamit. Átlagos állványoknál már a kis homokzsákjainkat ide-oda kellene aggatni, és aggódni attól, hogy ne lengjen, miközben valami probléma. Nagyon stabil. És nekem van olyanom is, és arra is elköltöttem, hogy egy 30-40 000 forintot, tehát mondjuk féláron vettem meg, de engem ez meggyőz ennek a tesztelése, hogy itt nagyon igaz, hogy a drágább az olcsóbb, ha valakinek fontosak az ilyen dolgok. Igen, tehát ez egyértelműen egy olyan szinten leveszi a válladról azt a terhet, hogy folyamatosan problémáznod kelljen vele. Tehát tudod, hogy ezt, ha te összerakod, széthajtod, odarakod, ez ott fog állni, ameddig te el nem veszed onnan. Így van. És akkor így megtessék egy kettős beszélgetésbe is egy különleges hangulatot, egy más típusú világítást tudunk eredményezni. Ha megnéztek podcasteket, és azért így mondom, hogy megnéztek, ugye, mert hogy amikor nem hallgatjuk, hanem fel van véve, nagyon sok szituációban ilyen lantánt használnak, amit amúgy a hollywoodi filmekből vettek át, mondjuk, amikor egy ilyen asztalnál beszélgetnek emberek, nagyon sokszor egy ilyen... Konkrétan egy beszélgetés, ez a legtökéletesebb. Igen, igen. Úgyhogy pont ilyet használnak, úgyhogy itt is megint tudom, hogy ez sokkal drágább, de akkor is még mindig pár százezer forintokról beszélünk, és nem sok milliós tételekről, és közel hasonló hatást érhetünk el, mint akár egy nagyon profi Netflixes vagy hollywoodi produkcióban. És ezzel meg menjünk mögénk, ami pedig a többi fény. Ugye nincs nálunk, említettem a 15C-30C verziója Pavotube-nak, de itt vannak a 6 cég egymás mellé rakva, mágneses amúgy a háttérben, amit láttok, ilyen szekrényem, és a szekrényre rá tudtam pattintani, most egy Hue Loop-ba van, ami a spektrum összes színébe megy, de ez például egy ilyen nagyon, minek nevezzük, funky, vagy milyen jó szó van rá még. Őszintén, nem tudom, hogy ez milyen szó volt. Te azt mondtad, hogy gamer, most jut eszembe, egy gamer feelinget ad az egész szobának, és ez például egy hangulatfény, amikor csak így mögöttünk szeretnénk valami különlegesebbet csinálni, és itt is ugye 100 eurókról beszélünk per ilyen 6C2 vagy 2-6C modellek alapján, úgyhogy... akinek ez számít, aki tudja, hogy több helyen funkcióban használ, amit ott ugye elmondtam, akkor itt egy következő. És persze ott vannak a b-rollok, úgyhogy ha már eddig vártatok a videóba, akkor most beteszek egy b-rollt, ahol igazából az összes fényt használom nem egy ilyen talking head setupra, hanem egy olyan körülmény között, amikor nagyon fontos volt, hogy a fény az olyan legyen. Hogy tetszett? Ilyen, amikor rengeteg fény áll az embernek a rendelkezésére és a kreativitásával, azt hozza ki, amit szeretne. Lehet, hogy egy kicsikét overkill is volt, de most ugye a cél szentesíti az eszközt, ahogy szokták mondani. És ezzel a videó végére is értünk. Nagyon köszönöm, hogyha itt vagytok még és megnéztétek, hogyha Balázst nem ismernétek, és nem néztétek még meg a videóját, akkor mind kártyába berakom, mind pedig a videó végén, ott van leírásban is, ahol ugyanezeknek a fényeknek a technikai részét beszéljük át. Nézzétek meg mindenféleképpen azt a videót is, hogyha még nem tettétek, ha pedig nem vagytok feliratkozva, akkor azt is tegyétek meg, és a csengőt is nyomjátok meg. Fogunk még Balázzsal csinálni még egy videót az én csatornámon, ami a mikrofonoknak a használatáról szól, és ugyanúgy az ő csatornán is elérhető a videó, amiben a mikrofonokról is szó van. Úgyhogy mindent nézzetek meg, köszi szépen, hogy itt voltatok, a fény legyen veletek, hogy egy ilyen nagyon hülye poén. Tökéletes befejezés, egyébként.
Köszi, sziasztok! Sziasztok!